Tengermély tiszteletem, én Martin vagyok, aki Tóth, és ma megnézzük a számomra egyik legérdekesebb, legizgalmasabb eszközt és műveletet a DaVinci Resolve Color Gradingben, ami nem más, mint a bőr szeparációja, bőrszín tökéletesítése. Néhány fontos információt le kell szögeznem, mielőtt belevágunk a történet hogyanjába, ugyanis nem minden kamera felvételt lehet egyaránt ugyanúgy szépen szeparálni, és nem is minden esetben kell. Jellemzően a 8 bites kamerák, amik általában a belépő szintű videós kamerák táborát képezik, nem kifejezetten alkalmasak arra, hogy logban vegyen fel velük az ember, és utána ilyen precíz műveletet hajtson végre, mint a bőrszín szeparáció. Meg lehet csinálni ízlésesen, de én nagyon sok esetben azt tapasztaltam, amikor még Sony A7300-at használtam, hogy elkezdett zajosodni, és színes pacsmogok keletkeztek a felvételen, mindig, amikor megpróbáltam a bőrszínt szeparálni. Úgyhogy 10 bites kamerákkal és fölfele érdemes ezt a műveletet, illetve ezeket a műveleteket használni, amikor már az ember tényleg logban vagy róban vesz fel és azon dolgozik. De amint mondtam, nem minden esetben szükséges, a legtöbb esetben én magam sem szoktam szeparálni a bőrt, csak hogyha komolyabb reklámmunkát csinálok, amit a Blackmagic 6K kamerával veszek fel, amivel ezek a felvételek is készülnek. Úgyhogy akinek jelenleg még nincs esetleg megfelelő kamerája ehhez, vagy éppen nem olyan körülmény között vett fel, ahol hatékonyan tudja szeparálni a bőrt és szenved vele, az ne essen kétségbe, ugyanis ez nem egy kötelező művelet, viszont csodákat lehet vele tenni, és épp ezért most egy ideális felvételen megmutatom nektek, hogy hogyan is működik ez a dolog. Ez a művelethez minden esetben nekünk a Qualifier Key-t kell használnunk, amely ez a kis pipetta ikon lesz. Ezt az eszközt egyébként nem csak a bőr szeparálására lehet használni, hanem bármilyen termék, bármilyen a képen megjelenő tárgy vagy téma izolálására lehet használni. És ahogy ez az eszköz működik, ezzel a kis pipettával kijelöljük annak a témának a színét, amit mi szeretnénk izolálni a többitől, hogy csak azon és kifejezetten azon, azokon a színeken dolgozhassunk. És erre többféle megoldást kínál nekünk ez a Qualifier eszköz. Ad nekünk egyszer egy HSL toolt, ami a színezet, szaturáció és expozíciós értékek alapján jelöli ki a képen látható területeket, de ugyanezt meg tudjuk tenni RGB alapján, luminance, azaz expozíció alapján, valamint egy 3D-s selection eszközünk is van, de nekünk a bőr szeparáláshoz minden esetben a HSL oldala fog kelleni ennek az eszköznek, és amint láthatjátok, egy kis szakaszokban ki is jelölte már az én bőrszín kijelölésemet. Ha bekapcsoljuk bal felül ezt a kis ikont, ami highlight névre hallgat, akkor láthatjuk is, hogy hogyan áll jelenleg a kijelölés. Korán sem tökéletes, hiszen a bőrszínnel azonos értéket képvisel ezen a felvételen a maga az én pólóm is, a lámpa fény, amit az asztalon megtörik, illetve a galériámnak a fa árnyalatai is igen közel állnak a bőrszín szeparációhoz, és ezt kell nekünk finomítani, tökéletesíteni, hogy gyakorlatilag csak a bőrszín legyen kijelölve, hogy utána azzal szépen tudjunk dolgozni. Ha valaki nem értené, hogy esetleg miért fontos a bőrszínnek a szeparálása, amint korábban említettem, ez nem egy létfontosságú kérdés, azonban nagyon-nagyon apró módosításokkal nagyon sokat hozzá lehet tenni, különösen, ha az ember a reklám világban dolgozik, ott klasszikusan és szinte szemmel látható, amikor a color grading során a bőrt szeparálják, kicsit szépítik, kicsit leugrasztják a képről, de mindezt teljesen ízléses módon, és ne úgy, hogy abszolút a feltűnő legyen az átlag nézőnek, valamint ha bőrszín szeparálva van, akkor a háttér, illetve a kép többi elemét el lehet tolni esetleg színkontrasztnak megfelelő ellentétes színirányba, és ez szokta például azt eredményezni, hogy az akciófilmek, illetve a mozifilmek jó részénél ez az orange and teal színezés jelenik meg, ami egy ilyen klasszikusnak ismert színkontrasztot felhasználó color grading szokás, hogy így fogalmazzak. Szóval, ha bőrszínünket tökéletesen akarjuk szeparálni, ad nekünk egy csomó lehetőséget, hogy mit adjunk hozzá és mit vegyünk el. Például, hogyha itt a minuszas kis pipettára elkezdek kattintani és lehúzni a pólomat, akkor látszik is, hogy el is vitt mindent, hiszen ez a bőrszínemhez eléggé hasonlít. De ha mondjuk ezt a sötét részt veszem el, akkor látható, hogy az árnyékosabb, sötétebb részekből vette ki az információt, de ugyanúgy hozzáadni is tudok, hogy finomítsam a bőrszínnek itt a sötét részeit, és az a kis két kis toll ikonnal pedig szoftosítani tudom az átmenetet a különböző értékek között, de ezt sokkal egyszerűbben meg tudjátok tenni, hogyha ezeket az eszközöket használjátok itt lent,
mint például a low soft, az alsó értékeit fogja elszoftosítani. Ha ezt elkezdem blúzni, akkor láthatjátok is, hogy ez a kis háromszög, vagy piramis, ez softá kezd válni, és látható is az eredménye ennek. Ezzel tudjuk szépen finomítani az átmenetet, és mindezekkel addig játszadozni, amíg tényleg ki nem jelöljük a megfelelő bőrszín árnyalatot. És hogy igazán szép eredményt érjünk el ettől a zajos hatástól, akkor fog látszani, hogyha elkezdem húzogatni a csúszkát, vagy elindítom a klippet. Ettől nekünk meg kell mindenképp szabadulni, mert ez még nem a tökéletes kijelölésnek a jele. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy itt a prefilter, illetve clean back black csúszkákkal a sötét részekből megpróbáljuk kihúzni ezeket az információkat. Láthatjátok is, hogy nagyjából hogyan indul meg, és hogyan kezdi el szoftosítani, eltüntetni ezt a zajt. Clean white csúszkával pedig a kijelölésünkön lévő szürke foltokat tudjuk egy picit elsimítani. És a blurrel pedig a kijelölésünknek a széleit, a határvonalainak a keménységét tudjuk kicsit elpuhítani, elblőrösíteni, hogy így fogalmazzak. Az eredményünk még mindig nagyon csúnya, ezért a dinózzal kell majd egy picit még utána mennem, amit a második oldalon fogok megtalálni. A kijelölésem még mindig nem néz ki túlságosan jól, és hogyha egy ilyen szituációba ütköztök, ahol nagyon sok minden beletartozik még a bőrszín árnyalataiba, és sok mindent kijelöl a qualifier, akkor érdemes egy olyat csinálni, hogy a kis power window eszközünkkel egy maszkot hozunk létre a karakterünkre, amiben csak annak a bőr felületei lesznek benne. És mivel ez egy sima állókép, ezért nincs szükség arra, hogy trekkeljük, de hogyha egy mozgó kép lenne, akkor azt is meg tudnánk tenni rendkívül egyszerűen, amint látjátok. A program az szinte tökéletesen letrekkeli a maszkot, de én most ezt elengedem, maradunk csak a sima power window-nál. Látható, hogy a szerkesztésünk már is lekorlátozódik, szinte teljes egészen rám, és így picit jobban tudunk koncentrálni a bőrszínre és annak szeparálására. Kicsit dolgozok itt még rajta, hogy a low témák, tehát az árnyékos témák egy picit jobban eltűnjenek, mint például a hajam, és tényleg csak a bőr legyen kijelölve. És ha ez megtörtént, most egy körülbelüli kijelölést hajtottam végre, ennél sokkal tökéletesebben is lehetne ezt a témát csinálni, jobb körülményekkel, stb. De a lényeg az, hogyha van egy körülbelüli jó kijelölésünk, akkor érdemes átállítani a szkópoknál a vektorszkópra a monitorunkat, hiszen, ahogy a szkópokról szóló videóból megtanulhattátok, ha bekapcsoljuk a Show Skin Tone Indicator gombot, akkor az meg fog jeleníteni nekünk itt egy vonalat, ami a tökéletes bőrszín vonalát jelöli, és ez a kis folt, ennek a tökéletes bőrszín vonalán kell nagy átlagban feküdnie, nem baj, ha van egy kicsi eltérés általában, de arra kell figyelni, hogy nagy eltérés ne legyen, mint például ebben az esetben, akkor teljesen más irányba megy, akkor láthatjuk, hogy a bőrszín kijelölésünk az totál elúszott, és ezáltal a felvétel is egy igen furcsa eredményt hozott létre. Úgyhogy maradunk tehát a vonalon, és amint láthatjátok, nekem már eleve sikerült egy jó bőrszínt létrehoznom. Én azt szoktam mondani, hogy a tökéletes bőrszín az nem itt történik, hanem itt. És ezek a nódok a nódrendszerben általában azért vannak, hogy a megfelelő expo és szín fehér egyensúly értékeket beállítsam. Minden, ami a Color Space Transform előtt van, az erre hivatott. És éppen ezért nekem arra kell törekednem, hogy a bőrszínt ne is kelljen feltétlenül szeparálni, vagy csak extra adalékként jelenjen meg ez a szeparáció. És a megfelelő fehér egyensúly, illetve expo beállítással már egy olyan bőrszint hozzak létre, ami tulajdonképpen szinte tökéletes, és hogyha itt ezt kinyitom, akkor láthatjuk is, hogy egy elég szép bőrszint sikerült létrehoznom már eleve, úgyhogy ezzel összességében sok munka nem is lenne, de a videó kedvéért azért fogunk egy kicsit dolgozni rajta. És ha rámegyek a kijelölésre, és visszatérek a vektorszkóphoz, akkor látszik is, hogy alá van támasztva az, amit mondtam, hogy ez már eleve egy jó bőrszín. És amivel tudok én itt még játszani, ez egy picit adok hozzá szaturációt, és látható is, hogy ez a kis folt hova kezd el mozogni. Értelemszerűen, ha túltolom, akkor egy elég túlszaturált képem lesz. Beadok a bőrszínnek egy kis szaturációt, illetve egy kis meleg árnyalatot, nem sokat. Ahhoz, hogy lássam az összhatást, ahhoz kikapcsolom a highlight eszközt itt bal felül, és a Command D, vagy Control D, aki Windows használ, lenyomásával láthatom is, hogy mi az a változás, amit én itt összehoztam magamnak. Kinagyítom, egy picit jobban lássátok. Tehát kapott egy kis szaturációt és egy kis életet, egy kis meleg színt a bőr.
látható is, hogy a kijelölésem egész jól sikerült, hiszen nem történik kifejezetten képi hiba, nem látunk kifejezetten képi hibát a felvételen, hanem csak azt a kis változást, azt az apró változást, amit megcsináltunk, és nagy általánosságban ezeknél több módosítás nem is kell a bőrre, hiszen ha az ember elkezdi túltolni, függetlenül attól, hogy 12 bites felvételen dolgozik, akkor el fog kezdeni szétesni a kép, vagy jobban el fog kezdődni kijelölés határvonalainak a látszódása és szétesése, úgyhogy éppen emiatt ezzel az eszközzel óvatosan kell bánni, de ezek a pici lépések, ezek segítenek nekünk abban, hogy tényleg egy extra adalékot tudjunk hozzáadni, hogy egy kicsit a bőr picit kiugorjon, oda terelje a figyelmet még jobban a karakterre. Én ezzel még esetleg azt meg tudom csinálni, hogy a gammát vagy az offsetet picit feljebb húzom, hogy lesz rajta egy extra expo is, és tényleg az van, hogy a vízi hulla bőrszín helyett melegszínű, egy tekintetet odavezető bőrszín árnyalatot. Az én szememnek ez egészen jól néz ki, szép lett a kijelölés is, egy picit itt a power window még belelóg az asztalba, de ez nem baj, ennyi számomra belefér, látszik, hogy mit értünk el, és milyen bőrszínünk lett ezáltal. Nyilván egy viszonylag tökéletes körülmények között felvett videón könnyebb megszerkeszteni, de nem is az volt a cél, hogy egy bonyolultan mutassam be ezt az eszközt, hanem inkább az, hogy lássátok, hogy ez hogy működik. Szerintem egészen szép lett, de lehet ezzel még játszadozni. Amint mondtam, a tökéletes bőrszín az elsősorban a helyszínen, a felvétel során a megfelelő színhőmérséklet és expo beállításoknál történik. Másodszorban a Color Correction-nél, ami a Color Space Transform előtt történik, szintén a megfelelő fehér egyensúly, kontraszt, illetve expo beállításokkal, és harmadsorban extra adalékként lehet egy picit szeparálni a bőrt Color Space Transform Node után, amikor már REC709-ben vagyunk, hogy egy picit leugorjon a felvételről, hogy egy kicsit látványosabb legyen a téma. Én Martin voltam, aki Tóth, és ennyi lettem volna mára. Ha hasznos volt számotokra ez a videó, akkor feküdjetek rá a feliratkozás gombra, és hozzátok tudatomra, szívesen látnátok még ilyen tartalmat. Hamarosan elkészül majd teljes ingyenes belépő color grading kurzus, és egy teljes professzionális color grading kurzus, azok számára, akik egy picit haladóbb szinten is szeretnék megtanulni ezt a témát. Amint ez meg lesz, értesíteni foglak titeket, és akkor rá tudtok nézni. Köszi, hogy benéztetek!